Elmélkedések a szűzanyáról, aki az új teremtés Évája. A keresztény hagyomány már a második századtól Szűz Máriával azonosítja a protoevangélium asszonyát, akit az egyházművészet Sátán Tipró asszonyként jelenít meg. Azok a Mária ábrázolások, amelyeken a Szent Szűz széttiporja lábával a földgömböt átölelő kígyó fejét, egyértelműen az ős evangélium ígéretére utalnak. A keresztény ember számára világos. Mária személye, mint isteni ajándék jelenik meg a történelemben, akinek tevékenysége teljesen és közvetlenül Jézus Krisztus üdvözítő szerepéhez kapcsolódik. Az ős kígyó elleni harc győztese Jézus Krisztus, de Máriáé a láb, mely széttiporja a sátán fejét. Csak megjegyzem, hogy az egyházilag jóváhagyott szeretett láng üzenetében a szűzanya ígérete, hogy szíve szeretett lángja megvakítja a sátánt. Ezen állítás akkor válik érthetővé, ha tudatosítjuk magunkban, hogy Mária szíve szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Az üdvtörténet két legfontosabb szerepét játszó asszonya között a párhuzam szembeötlő. Éva a sátán szavára hallgatott, Mária az Istennek mondott igen. Éva nem hitt az Istennek, s ezzel halált hozott önmagára és utódaira, Mária pedig hite miatt a boldog asszony. Éva az összes élők anyja, de Mária is, mivel fia mindenkiért meghalt, így valamennyiünk édesanyja. Éva társa Ádámnak, Mária társa Szent Fiának. Éva a halált hozta gyermekeire, Mária az életet akarja visszaadni gyermekeinek. Éva a kígyónak szolgáltatta ki önmagát és gyermekeit, Mária pedig széttiporja a sátán fejét. Ez pedig Isten akaratából és erejéből történik.